Tisztelettel köszöntöm kedves közönségünket a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóirata, irodalmi estje alkalmából. Ez az élő folyóirat sorozat második évfolyamának második előadása, második irodalmi estje, és a mai alkalommal vendégünk a Békés Csabai Bárka folyóirat szerkesztősége, és az ő általuk ide meghívott művészek, irodalmárok, költők. A mai este és a mai irodalmi est szerkesztője és házigazdája, a folyóirat főszerkesztője Elek Tibor. Nagy szeretettel köszöntöm körünkbe. További szerkesztője és hát a folyóiratnak magának is a szerkesztője, Farkas Velman Éva, őt is nagy szeretettel köszöntöm körünkben, továbbá minden kedves közreműködőnket, és át is adom a szót a házigazdának, és nagy szeretettel fogadjuk őt a műcsarnok előadás sorozatában. Nagyon szépen köszönjük a Mezei Katalin felvezetését, a meghívást, a lehetőséget, hogy itt szerepelhetünk a műcsarnokban. Ugyan nem régen jártunk Budapesten, tavaly ősszel, akkor a Petőfi Irodalmi Múzeumban, de előtte néhány év kimaradt, úgyhogy van mit bepótolnunk. Szívesen jövünk, bármikor, bárhova hívnak a fővárosban, és nagyon örülünk annak, hogy miközben tudjuk jó, hogy párhuzamosan több rangos irodalmi rendezvény is van, ilyen sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Hoztunk is ajándékba Bárka számokat, nagy részét már kiosztottuk, akik későn jöttek, sajnos lehet, hogy nem jutnak hozzá, bár itt még láttam néhány darabot a tavalyi számokból. Az idei első, második számot hoztuk egyébként el, az elsőről fogok talán egy picit többet beszélni. Úgy próbáltam összeállítani a mai este programját, hogy minél több dologról legyen szó, minél több szereplő legyen, pörögjünk egy kicsit, legyen érdekes, élvezetes, izgalmas a mai találkozunk. Túl sok mindent én nem akarok beszélni, nem akarom nagyon bemutatni a lapot, bár látom, hogy vannak itt fiatalabbak is, Zalán mester tanítványai például, akiknek azért mégiscsak el kell mondanom, hogy ez a Irodalmi Művészeti Társadalom Tudományi Folyóirat a Bárka Békés Csabán, a Békés Csabai Jókai Színház kiadásában jelenik meg két havonta. 24. évfolyamunkban járunk, valamikor 1993-ban akkor létező Békés Csabai Tevan kiadó hozta létre, aztán átkerült a Békés Megyei Könyvtár kiadásába a lap. Én is ott, illetve én 97-ben kapcsolódtam be a munkába, és 2000-től vagyok a főszerkesztője, előtte főszerkesztő helyettesként szerkesztettem 97-től 2000-ig. És a megyei könyvtárból 7-8 évvel ezelőtt, amikor megyei intézményeket átszervezték, akkor kerültünk át a Jókai Színház kiadásába, de önállóan működünk. Egyrészt függetlenül a színháztól, másrészt együttműködve a színházzal, a színész kollégákkal, például Bartus Gyulával, Jászai Mari díjas színművésze a Békés Csabai Jókai Színháznak, aki segítségünkre lesz a mai este során, és még olyan zenei közreműködőink is vannak estjeinken, mint januárban, amikor az ünnepi bálkaestet tartottuk, és a bálkadíjakat adtuk át, akkor a Körömvirág együttes volt a segítőnk, és őket hívtuk meg ma is ide, hogy a bálkás szerzőknek, bálkadíjas szerzőknek megzenésített verseivel színesítsék a mai estét. Annak idején, amikor a 90-es évek közepén néhányan úgy gondoltuk, hogy a Tevan kiadó alkalmi kiadványából egy komolyabb folyóiratot, előbb negyedévén, majd két havonta megjelenő folyóiratot kell létrehozni, akkor arra törekedtünk, hogy egy olyan lapot hozzunk létre, ami az egyetemes magyar kultúrában, a magyar irodalom egészében gondolkodik, nem egyik irányzatnak, nem egyik ideológiai tábornak, stílustörekvésnek a folyóirata, hanem megpróbálja a lehetetlent, ugye ez gyakorlatilag lehetetlen,
ugye egybelátni azt, ami összetartozik, a hazai és a határon túli magyar irodalmat és a magyar irodalom különböző törekvéseit és csoportjait. Egyebeket annak idején a 2000-ben egy olvasóköszöntő zászlóban egy kis mini esszében megfogalmaztam a törekvéseinket, programunkat. Ebből idén van olvasható idézet a nyomtatott folyóirat hát oldalán. Többször átalakult a lapunk, az elmúlt 24 során folyamatos innováció jellemzi a tevékenységünket formátumban, külső-belső tartalomban legkevésbé, az igyekszik folyamatosan állandó lenni. Ez például, amit az előbb mondtam, hogy nyitottak vagyunk minden érték iránt, tekintet nélkül korra, nemre, származásra és lakhelyre, az uralkodó és a háttérbe szorított kánonokhoz, a különböző művészeti irányokhoz, csoportokhoz való tartozásra. Ez a 90-es évek közepén különösen, ugye ez a tudatos kánontörés azt jelentette, hogy olyan alkotókat is megpróbálunk helyzetbe hozni, akik egyébként az akkor divatos és uralkodó kánonokban nem szerepeltek. Ezek a törekvéseink azóta is a visszajelzések szerint helyesek voltak, egyetlen egy író nem jelentkezett még, hogy hogy kerültem én a másik mellé, hogy oldalpárba hogy lehet olvasni az én versem mellett valaki másnak a versét. Az olvasói visszajelzések is egyértelműen azt mutatják, hogy az olvasók többsége szereti a sokszínűséget, a sokoldalúságot, hogyha egy lap hasábjain, ezt ahogy meg szokták fogalmazni, olyan alkotókkal találkozhat, akikkel egyébként nem nagyon szokott egyetlen folyóiratba, inkább különböző folyóiratokba. Az előbb említett törekvésünknek eredménye az is, hogy a mai Magyarország határain túli magyar írók egyik legfőbb fórumokként, publikációs lehetőségükként tekintenek a Bárkára. Szerzőink a pozsonyi Tőzsér Ápáttól a sepsiszentgyörgyi Bogdán Lászlóig, a kézdivásári Fekete Vincétől a Londonban élő Gömöri Györgyig ívelnek keresztül Kasula Kárpát-medencén és még azon túl is. Nagyon nagy hangsúlyt fordítunk ugyanakkor annak idején, ez is egy szerintem új törekvésünk volt, azóta sokan átvették, a helyi, a regionális kultúra, művészet, irodalom fölmutatására és az ottani alkotóknak a bemutatására. Legyen szó képzőművészetről vagy színházról. Míg nem voltunk a színházban, már akkor is volt, ha nem is színházi rovatunk, de színházzal kapcsolatos tevékenységünk. Rendszeresen foglalkoztunk a Gyulai Vászínházzal, a Békés Csabai Jókai Színházzal, azóta határon túli színházakkal is. A következő számunkban, a hármas számban például a Sepsiszentgyörgyi és a Marosvásárhelyi Színházról is lesz egy áttekintés, miközben a Deszka Fesztiválról is lesz egy összefoglaló, szoktunk mindig a Poszttal is foglalkozni, és más színházi eseményekkel is. A színház rovatunkban drámákat is közlünk, ezzel majd fognak is találkozni még a mai este során, és ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mindenkori fiatal irodalmat is figyelemmel kísérjük, és próbáljuk felfedezni szerzőket, helyzetbe hozni. Nagyon sokan indultak a Várka műhelyében, és ma már országosan ismert alkotók, írók, költők. Ezek a legfontosabb jellemzői a folyóiratunknak. És 7-8 éve elindítottuk a Bárka Online-t, mivel egy két havonta megjelenő folyóirat, ugye lassú jármű a fölbojdult magyar irodalmi vizeken, és hát szerettünk volna hatásosabban, jobban alakító módon jelen lenni a kortárs magyar irodalom világába, ezért elindítottuk a Bárka Online-t, ami egy teljes spektrumú internetes kulturális portál gyakorlatilag, egészen más, sokkal több, de részben ugyanaz, mint a nyomtatott Bárka folyóirat. Ennek a bemutatására megkérem Farkas Felman Éva költőt, aki a Bárka Online szerkesztője immár néhány éve, 4-5 éve, ha jól emlékszem. Köszönöm szépen. Próbálok röviden beszélni. Amint Tibor is említette, a Bárka Online nem csupán a nyomtatott Bárkának az online leképzése, hanem annál jóval több, de lássuk, hogy miben is.
van néhány olyan rovatunk, ami értelemszerűen nem kerülhetne bele a nyomtatott folyóiratba. Ilyenek például itt rögtön felül a hírek, látjuk azt, hogy tündérkert rovat, aztán arról mindjárt részletesebben is szólok, vagy a helyszíni tudósítások, amelyek a Kárpát-medence teljes területéről. Én közben mutogattam, tehát már ismerős a jelenlevőknek, hogy körülbelül milyen a rovatok struktúrája. Tehát a helyszíni tudósítások, amelyek a Kárpát-medence teljes területéről tartalmaznak tudósításokat, vagy a papírhajó rovatunk, amely 4 alrovattal bír. Vannak primér és primör anyagaink, vannak kritikák, toplisták. Itt a toplistába egy picit be is kattintok, mert hogy a legutóbbi az a Papírhajó Könyvfesztiválos kiadós toplistája, melyen itt rögtön első helyen látható Nyulász Péter legújabb könyve, és örömmel köszöntöm a szerzőt is körünkben. Hogyha megnézzük, itt még van egy Mentőöv című rovat, itt különböző interjúkat lehet, meg gyerekirodalommal kapcsolatos tudósításokat olvasni. A Megkérdeztük rovatunk az picit hasonlít a Bárka folyóiratban is meglevő beszélgetés struktúrájára, de ugye ez sokkal egyszerűbb, úgymond rövidebb, áttekinthetőbb, online-abb. Itt most a legutóbbi 2 Dragomán György és Jász Attila, de láthatjuk, hogy még sokakkal másokkal is beszélgettünk. Itt ezt emelném ki. Az olvasónapló rovatunk sem létezik a nyomtatott Bárkában, ugyanis ez is egy könnyedebb, rövidebb, befogadhatóbb rovat. Itt előfordulnak világirodalmi művek is, és hát nyilvánvalóan a videóinterjúkat is csak itt nézhetjük meg. A beszélgetések rovat az már a nyomtatott számnak a beszélgetéseit tartalmazza. A képzőművészet és a színház rovat itt az online felületen, ez egy kicsit vegyesnek tekinthető, ugyanis nyomtatottban megjelent írásokat is tartalmaz, de olyanokat is, amelyek valami miatt most aktuálisak. Hogyha felmegyünk ismét a tetejére a felületnek, akkor azt láthatjuk, hogy összesen 8 kiemelt rovatunk, vagyis hát dobozunk van, mondjam inkább így, mert különböző rovatoknak a szövegeire hívjuk fel a figyelmet. Itt most éppen az volt a nagy hír, hogy jövünk a műcsarnokban, és a másik az pedig egy tündérkertes írás Falusi Mártontól, amire ígértem, hogy még visszatérek. A Lapozgatósban pedig 6 másik különböző legutóbb megjelent írás, vagy hír, vagy bármi hasonló. Amire ígértem, hogy visszatérek, az a középiskolásoknak szóló rovat együttesünk. Ebből a legelső a Nem kötelező című volt. Itt azt találtuk ki, hogy megpróbálom gyorsan a legelsőhöz vinni. Azt mondtuk, hogy új rovatot indítunk, főként középiskolás diákok és pedagógusaik számára, melyben a kötelező olvasmányokat egy-egy tanári gyakorlattal is rendelkező irodalmár értelmezi újra. És akkor itt számos érdekes feldolgozást láthattunk, különböző ismertebb, meg kevésbé ismert irodalmártól, költőtől. És ezt folytatta aztán a sorozatban az Üzenet a Palackban című rovat, ahol versek feldolgozására kértünk írókat, költőket, magyar tanárokat, és ugyanilyesmi volt a Jó tanuló felel is. Ebben a sorozatban a legújabbunk a Tündérkert. Itt most arra kértük fel a leginkább ismert írókat, költőket, hogy valljanak arról a könyvről, vagy arról az olvasmányélményről, ami annak idején nagyon meghatározó volt olyan tekintetben, hogy akár a
az irodalom útjára terelte, vagy megtartotta őt ott. Nem tudom, hogy elmondtam-e mindent, és elég... Ha nem, akkor az benned reked örökre, mert hogy én át visszaveszem a szót, mert Vartus Gyula barátomat, Jókai Színház színművészét szeretném felkonferálni, aki a legfrissebb bárkából fog 3 verset olvasni, és 1-et az előző bárkából. A jelenlévők többségének a kezébe láttam folyóiratszámot, ugye jól tudhatják, ha eddig nem tudták volna, akkor azok, akik most ismerkednek vele, azok is tudhatják, hogy általában egy kézírásos, illetve hogy mindig, már nem tudom hány éve, 5-6 éve, egy jeles kortárs magyar költő kézírásos versével indul a szám, a legfrissebb számunk éppen Jász Attila versével, aki akkor volt 50 éves éppen, amikor megjelente ez a friss szám. Tőle fogja felolvasni Bartus Gyula az egyik versét, utána mindjárt a labba Fekete Vince versei olvashatók, tőle is fogunk hallani egyet, Fekete Vince 2-3 évvel ezelőtt kapott bárkadíjat, azt elfelejtettem mondani, hogy minden év végén a bárka szerkesztősége döntést hoz, hogy az adott évben a rendszeres, hosszú, régóta szerzőink közül ki örvendeztette meg a folyóirat olvasóit a legérdekesebb, legjobb, legértékesebb publikációval vagy publikációkkal, és így nagyon sokan a kortárs magyar irodalom jelesei közül megkapták már a bárkadíjat. Idén januárban az ünnepi bárkesten Halmai Tamásnak és Orbán János Dénesnek adtuk át, ezért is hívtam meg Orbán Jánost, hogy a mai estén ő is szerepeljen, de hát itt föl is szoktuk tüntetni, hogy ki mindenki kapta meg, vagy néhányat, Grendel Lajostól Jankó Lórán át, Markó Béláig, Szepesi Attila, Tandori Dezső, Vári Fábián, László és Zalán Tibor, Tőzsi Rápát, Tóth Krisztina, stb. Már bárkadíjas. Ahogy említettem, a Körömvirág együttes is többnyire bárkadíjasok közül fog felolvasni, és Bartus Gyula ezen kívül még 2 Békés megyében élő alkotó verseiből is felolvas. Egy magyari barna verset, az ő versei az idei egyes számunkban olvashatók, és Kis Ottó legújabb gyerekversei közül 3 darabot is. Átadom a szót, Gyula. Jász Attila, Árnyék. Magam mögött húzom, az árnyékom súrlódik az aszfalton, noha suhannia kéne, el ne kapjon, még idő előtt el ne szakadjon a szerelmes viszony, ami összeköt a lenti és a fenti világgal, amíg csak lehet. Szabadság. Egyre jobban élvezem a hegyi létet. Ráérzek az ízeire is, a finomságokra, azt hiszem. És hogy melyek ezek? Leírva egészen banálisnak tűnik. A lassú és hosszú éjszakák a teraszon, az álmatlan reggelek koránkeléssel, az éjszakázás miatt átaludt reggelek, az időtlenség érzése, amit mindig is kerestem és vágytam, hogy mindenre jut idő, de nem biztos, hogy megcsinálom. Csak engedem, hadd menjen. Szálljon el belőlem a szélben, aminek mennie kell. Én, vagy aki azon túl van bennem, maradok. Bár néha rám jön, és akkor füvet nyírok, takarítok, leslagozom a kerti bútorokat, kipucolom az akváriumot, és tekit, a hatalmas ékszer teknőst leengedem a vizes kőre. Élvezi a tocsogást a teraszon, azt hiszem, aztán beviszem kiönteni az ecetes, koszos algásvizet az akváriumból a WC-be, és mire kijövök, teki sehol. Hiába keresem a 4 égtáj felé egyszerre, eltűnt a kertben. Villámgyors egy teknős, ki gondolná, még a kutya sem találja, mert nem akarja
hisz fél tőle. És egy egész napig keresem. A szomszédoknak is szólok, hátha, de közben nem tudom, szomorkodjak, hisz a fiam teknőse, és a párja már évekkel ezelőtt elveszett hasonló módon. Vagy engedjem el magamban, hadd legyen szabad, ha már így alakult. Fekete Vince, az árulásról. Látta, amint beléptek annak a háznak a kapuján, ahogy megváltozik az arca, az udvarba érve. Ahogy hamvas színű, fakó arc lesz abból az arcból, semmi perc alatt. Érezte a zavarát. Érezte, hogy nincs most a saját vizein, nincs elemében. Látta, ahogy tanácstalanul letép két málna szemet, egy harmadikat pedig az ő szájába dug. Aztán a kertben egy-két epret is leszakít, ajkai közé csippenti azokat is, és már fordul is ki, szinte menekül ki, el onnan, szinte fut, úgy siet ki a kapun, ki az udvarról, abból az életből, s nagy gázt ad, és elrobog visszafelé hirtelen, és akkor egyedül marad. Egyedül most már a gyümölcsfákkal, a gondolataival, cipői nyomával a puha földben. Egyedül a hirtelen rászakadó csendben. Becsukja a kaput maga mögött, hátát nekiveti a hűvös deszkának. Fülében az elszáguldó motorzaja zúg, végignéz az udvaron, nézi a fákat, a gyepet, a virágokat, majd lassan hátra sétál. Lefőz egy jó erős kávét, és bevonul a csészével a szobájába. Majd végignyúlik hosszan az ágyon, nagy kétségbeséssel a lelkében, és a szokásos érzéssel. Már ki se mondja, mert kinek is? És vajon az ég szerelmére? Hát vajon minek? Magyari Barna, az ezer arcú jövő. Köröttem egyre kékebb az ég. A hangsúly légi folyosóján tinta kondensz csíkot húznak az álmok. S már csak nem a földet súrolja az ábrándos palást. Mondatgépével néha bravúroskodik a költészet, ha egy-egy manővertől kiver a verejték, homlokom izzadság cseppjeit meg-meg remegő szívószállal kortyolja a szellő. Tudom, a múltat megtagadni teljesen nem lehet. A levetett tegnap, ma fennakadt ing vérérbokromon. A valóság mindig választékosan öltözködik. Így csak nagy ritkán veszi fel a boldogság sejtszegélyű blúzát. Most hatalmas nyüzsgést bámulok. A fehér kézirat papíron szorgos betűhangyák millió apró részletekből illesztik össze az ezer arcú jövőt. Kis Ottó, kipakoltam. Ma az összes ruhát kipakoltam a kis szekrényből a szoba közepére, hogy anyának ne kelljen minden reggel egyenként. És amikor meglátta, annyira megörült neki, hogy azonnal behívta apát, ő is lássa. Mennyire ügyes vagyok. Pedig akkor még ki sem nyitottam. Mikor megszülettem? Mikor megszülettem, nagyon kicsi lettem. De ha egyszer öreg leszek, elérem majd az eget is. Lobog.
Ha egyszer szerelmes leszek, úgy fogok lobogni, mint a hajam. Nem talál. Tudod, apa, ha egy könyvben nem találunk valamit, akkor a könyv végén kell megkeresni, hogy az a valami hol van. És ha majd egyszer én nem talállak téged, akkor el fogok menni a világ végéig, hogy megkeresselek, hol vagy. Köszönjük szépen, és akkor most pedig hallgassunk néhány megzenésített verset. Először Fecske Csaba Írószobámban című versét hallhatjuk a Körömvirág Együttes előadásában. Fecske Csaba is néhány évvel ezelőtt Bárkadíjat kapott. Ezután Korpa Tamás Rezzen az élet virága. Ő ugye a fiatalabb irodalmár költő nemzedék tehetséges alkotója. És végül a két legutóbbi Bárkadíjas, Halmai Tamás Cseresznyevirág és Orbán János Dénes a Tangó bűveletében című versét hallhatjuk. A hideg ráz, ez egy kaptár panelház, tillárom haj. Benne 30 éve élek, tillárom haj. Sokan vagyunk, hát nem félek, tillárom haj. A falat nem húzom szét, s hallom szexel a szomszéd, tillárom haj. A falat nem húzom szét, s hallom szexel a szomszéd, tillárom haj. Érzem, mit főz el a néni, tillárom haj. Van nyugdíja, de csak némi, tillárom haj. Hajba kap fia lánya, megáll a tudománya, tillárom haj. Hajba kap fia lánya, megáll a tudománya, tillárom haj. Itt van megjött Kovács szomszéd, tillárom haj. A kopádat taposom szét, tillárom haj. Íródik a sorskönyve, sósabb lesz a nejkönnye, tillárom haj. Íródik a sorskönyve, sósabb lesz a nejkönnye, tillárom haj. Elmerengve puha ágyon, tillárom haj. Egy kis kerti lakra vágyom, tillárom haj. Azon jártatom eszem, két szonettért megveszem, tillárom haj. Azon jártatom eszem, két szonettért megveszem, tillárom haj. Szépen. Virágon, átszúr cívű gimsúr,
szól szívemben, anyám. Rezzen az élet virága, átszúr szívű gimsuham. Ne félj, lelkem, futhatsz utána, s ti mind átszúr szívemben, anyám. Ezen az élet virága, átszúr szívű gimsuham. Ne félj, lelkem, futhatsz utána, s ti mind átszúr szívemben, anyám. Rezzen az élet virága, átszúr szívű gimsuham. Ne félj, lelkem, futhatsz utána, s ti mind átszúr szívemben, anyám. Test nélküli mozdulat készül, te a szertartás, te a nélkül. Repülés, ég és madár híján, tenger kell át a semmi hídján. És elindulnak a kristályokat, s tétté tágul a Krisztus tudat, és köszönti a szerencse fiát egy angyalforma cseresznye virág. És elindulnak a kristályokat, s tétté tágul a Krisztus tudat, és köszönti a szerencse fiát egy angyalforma cseresznyevirág. A tértávlattá rendeződik, az időt életekre dőzik, a partokon szélcsend hajózik, a nincs tényekre tagolódik. És elindulnak a kristályutak, s létté tágul a Krisztus tudat, és köszönti a szerencse fiát egy angyalforma cseresznye virág. És elindulnak a kristályutak, s létté tágul a Krisztus tudat, és köszönti a szerencse fiát egy angyalforma cseresznye virág. Csak a tükrök látnak, áruhát ölt a lélek, rózsát vesz kölcsön pénzen, milyen gyönyörű élet. Rózsára cserél birtok, virág egy utcalánynak, kimenőt ölt a lélek, mit csak a tükrök látnak. Micsoda szép hazugság, minő fölséges percek, este kilencig koldus, este kilenctől herceg. Rózsára cserél birtok, virág egy utcalánynak, kimenőt ölt a lélek, mit csak a tükrök látnak. Rózsára cserél birtok, virág egy utcalánynak, kimenőt ölt a lélek, mit csak a tükrök látnak. La 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 la
cserélt birtok, virág egy utca lánynak, kimenőtől a lélek, mit csak a tükrök látnak. Rózsára cserélt birtok, la 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 la. Hú, hát ez január óta sokat változott, fejlődött, nem tudom, János észrevetted, de te is. Ma este fogjuk még hallani Szászné Ökrös Beátát, a Prímást, ifjú Micura Károlyt, és az együttes vezetőjét, zeneszerzőjét, Kocsis Csabát. És most azt gondolhatnák, hogy Orbán János Dénes szólítom ide, de mi cselesebbek vagyunk ennél az egyszerű szerkesztési megoldásnál, úgyhogy én Zalán Tibort szólítom most ide. Igen, igen, ide, gyere. Ide, gyere, mert hogy Zalán Tibornak a legfrissebb számunkban is közöltük egy darabját. A Színház rovadon olvashatják Thomas Mann, Zalán Tibor, Mario és a Varázsló című darabját. És hát erre jut eszembe, hogy elmondjam. Adok neked egy mikrofont. Köszönöm. Elhúzom az Éváit, hogy... Téged többnyire szerintem, lehet, hogy a tanítványaid is, meg az olvasók is inkább költőként ismernek, sőt, te magad is egyszer azt nyilatkoztad nekem, ha jól emlékszem, vagy többször is, hogy te is inkább költőnek tartod magadat, de nálunk a Bárkában többször szerepeltél már drámáiddal is, például 2 évvel ezelőtt a Gyulai Vászínház által kiírt drámapályázatot is megnyerted, a Vár ostromáról kellett, 1566-os ostromáról kellett történelmi drámát írni, és Zalán Tibor bebizonyította, hogy ma is lehet történelmi drámát írni, nem is akármilyet. Most pedig ugye átírta Thomas Mannnak a darabját, de néhány évvel ezelőtt közöltük a Midőn halni készült című darabját is, Janus Pannoniusról, úgyhogy, és hát a Nem teljesen véletlenül, nem csak azért, mert régi kedves szerzőnköltőként, prózaíróként, drámaíróként, de ráadásul ott dolgozik mellettünk, vagy majd, hogy nem velünk együtt a Békés Csabai Jókai Színházban, mint dramaturg. Tehát így is összekapcsolódnak, összeérnek a szálak. Nem sok időnk van, 3-4 perc, amiben én megpróbálok vallatóra fogni. Arra kérlek, hogy először egy pár mondatban a drámaírásról beszélj, hogy hol van ennek a helye, szerepe a te életedben. Nézd, hát én egy színházban dolgozom, színházi dramaturg vagyok, és a színház minden évben, majdnem minden évben valamilyen feladatot ad, amikor többet, az idén többet adott, és akkor azokat meg kell csinálni. Jönnek a rendezők, jelen esetben Kovács Frigyes, és az a hagymázas ötlete támad, hogy a Mariusi Varázslóból csináljunk egy színdarabot, ami teljesen alkalmatlan mindenfajta színpadi megvalósításra szerintem. Ennél csak az Aszke és a Farkas volt alkalmatlan, ami 2,5 oldalas didaktikus mese. Mese, és azt kérték, hogy írjak bele egy 250 perces gyerekmusicalt. Megírtam, persze, megírtam én a Mariusi Varázslót is. Tehát az alkalmazott dramaturgnak az a dolga, hogy írja meg azt, amit mondanak neki. Most a Bolondistókot fogom színpadra állítani a következő évadban. Hát az még az eddigeknél sokkal rosszabb. Abban végképp nincs semmi, ami színpadra kívánkoznék. Arany öblöget benne, öblöget gyönyörűen, gyönyörűségesen, hol jobban, hol rosszabban, inkább jobban. De hát a cselekményhez abszolút semmi köze a műnek, történéshez abszolút semmi köze a műnek, és konfliktus sincs benne. Szóval semmi sincs benne, ami emlékeztetne egy drámához. Ki fogom találni. Hát ez az alkalmazott színházi dramaturg, aki átír darabokat rendelésre, de vannak neked olyan darabjaid is, amelyeket a saját kedvedre is. Épp nemrég beszélgettünk a vízparton, horgászás közben, hogy ilyen is van, és csodálkoztam is, hogy hát csak úgy leülsz és írsz a kedvedre darabot, valóban nélkül, hogy bárki megrendelte volna, be nem mutatták, nem közölték sehol, és mégis ír. Régebben volt, előfordult ilyen velem, hogy a saját kedvemre írtam darabokat is.
Ezeket mind bemutatták, az utóbbi kettő közül az egyiket két helyen is bemutatták, mert a Szás és Szását, a másikat, az Unfelédit pedig mi nem mutatták be sehol. Ezek most meg fognak jelenni a könyv héten egy kötetben. Én nagyon remélem, hogy Unfelléd is talál magának színházat. Ezek voltak azok a darabok, amiket csak úgy a úri passzióból, kedvemből írtam. Nem is nagyon jövedelmeztek, tehát ha az ember saját magának ír, akkor csupa drámát legalábbis, akkor csupa ráfizetés az élete. És amit Dönhalni készült, amiből Bartos Gyula fog egy jelenetet előadni, az mire készült, és miért lett egy másik változata is? Mi ezelőtt vagy 5-6 éve közöltük a Bákába, és aztán tavaly a Jókai Színház egy másik változatát is előadta. Hát abban volt egy reneszánsz pályázat, reneszánsz év, és természetesen a színház pályázott, és nyert is, és akkor arra szólítottak fel, hogy írjak egy Janusz Pannonius darabot. De most én körülbelül annyit tudtam Janusz Pannoniusról, mint önök, vagy ti, vagy a középiskolában tanító tanárok, mert ott tanítottam. Nem nagyon tanítottam, mert nem nagyon szerették a gyerekek, én se túlságosan. És akkor utána kerestem Janusz Pannonius életének, és rájöttem, hogy ez egy baromi jó figura volt, elolvastam a verseit, az erotikus verseit, vagy a pornográf verseit, igazán komolyan szerettem, és teljesítményeknek tartom őket. Ezeket be is építettem természetesen a darabba, ahogy azt illik, és az be is mutatták annak idején. Aztán valamiért, talán amikor a Vigadóba felhoztuk, akkor egy felvonásos, pontosabban monodrámával kellett alakítanom a művet. Egy darabig morogtam, darabig hezitáltam, azt úgy gondoltam, hogy hát annyi mindent műveltem én életemben ilyesmit, hogy minden lehetne monodráma ez a Janusz Pannonius, akkor lett belőle egy monodráma, és nem biztos, hogy rosszabb lett, nem biztos, hogy rosszabb. Gyula talán meg tudja mondani, mind a két verzióban ő játszott a főszerepet. Színházban azt csinál az ember, amit mondanak neki, szóval igyekszik azért a szöveget nem teljesen elrontani. Más az, amikor az ember verset ír, más az, amikor darabot ír, más az, amikor megrendelésre ír darabot, és más az, amikor alkalmazott dramaturgként kell neki darabot írni. A Bánk Bánt, ugye a legutóbbi munkám, az nagyon kedvesen műsorra tűzte a színház, majd közölték velem, hogy írjam át a szöveget. Ami ugye Illyés Gyulának is egy hatalmas bukovári volt annak idején. Én átértem, blankversben írta Arany, hol ilyen blankversben. Én átértem gyakorlatilag az egész Bánkbánt blankversben természetesen. Egy-két híresebb monológot meghagytam, hogy azért nézők örüljenek, hogy fölismernek valamit a műből. Tehát a Tiborcz monológot, nincs a teremtés, a vesztes, a kén és a hasonló fordulatok megmaradtak. És a kritika azt írta, hogy milyen aranyos és kedves és profi vagyok, hogy nem nyúltam a szöveghez, csak leporoltam. Ehhez képest a szöveg 99%-a az enyém volt, és Katonának csak a dramaturgiája, vagy Katonának csak a cselekmény volt, és az ötletem maradt meg a színpadon. Van ilyen. Az az ötletem támad, hogy ugye te költőként az elsők között kaptad meg a Bálka díjat 15 vagy 20 évvel szerintem, hogy, és azóta is írsz nekünk rendszeresen, még fölkérésre is hajlandó voltál, de van, amikor hónapokig írtál nekünk verset, például tavaly számban megjelent nagy létösszegző versedet, és több ilyen is voltam a Bárkában, de találtam egy olyat, ami nagyon ideillik, közeledik Pünkösd, és írt, vagy talált egy ismeretlen pünkösdi versedet is, azt kértem, hogy azt olvasd most föl, illetve esetleg nem tudom, hogy el tudod-e olvasni a saját kézírásodat, mert a 2014/4-es szám, ahol ez a pünkösdi versedet van, ez az ő versével indult, Keleti Szőtesz című, esetleg ezt is felolvashatod még. Nagyon örülök ennek a Bárka számnak, mert elhagytam a laptopomat benne az összes írásommal, és most három verset is felfedeztem. Ezeket remélem nem jelentettem még meg kötetbe, tehát újabb kötetnek az első három művével találkoztam. Semmim nincs az égvilágon a saját írásaimból. Az elsőnél, hogyha akadoznék, az annan van, hogy nem tudom a saját kézírásomat olvasni, az ember már általában komputerbe ír, emiatt aztán elromlik az írása. Keleti Szőttes. Egyik a Bolondok házában, másik a Lángnyelvek kertjében,
Pókháló vékonyságú fonál tartotta rég ilyen estéken, és most eljött az ideje, elszakadt, zuhammárs, oda követned nem szabad. Oda nem szabad követned, zuhammár, eljött az idő, nappalok, éjszakák mindegye folytogat, üres az ég, lengedez róla egy szakadt fonál, ő pasa a lángnyelvek kertjében, ez koldus bolondok rongyainál. Ismeretlen pünkösdi udvarló versezet, mely irattatott Nagyabony határában az 1500-as éveknek legvégén. Dudarász pünkösdnek gyönyörű ideje, elbocsájtó szelek hűvös lehelete, lányoknak szoknyáját meglebbentő heve, iszákosoknak is boros vihedere. Ó, ne nézd, drága nő, hitványult voltomat, és ne vondd el választ tőlem így boltodat, melyben a finomság, akár a boltozat, apolgatná árva jobbra szánt sorsomat. Üzenném ez véget ezerszer bókomat, küldöm szégyellősen, valamint csókomat, érintse szád szélét, kövesse lángolat, rám ne gondolj rosszul, mert keblem bészakad, íratta rád mindezt szolgai hódolat. Köszönöm. Köszönjük szépen. És akkor most megkérem Bartos Gyulát, hogy a Midőn Haldén készült című Zalán darabból adjon elő egy rövid jelenetet. Azt a jelenetet fogja éppen, amelyikben Janusz összehasonlítja az olaszországi tanuló éveinek az időszakát és a itt talált, Pannóniában talált viszonyokat. Csak pár mondat magyarázkodás most egyrészt a szerző felé, hogy kihagytam a Mátyás párbeszédet belőle, hogy csak Janusz Pannonius beszéljen folyamatosan, mert az előadásban ez másképp volt, meg érthető volt, most zavaró lenne ebbe az 5 percbe, hogyha én most elkezdenék 2 szerepet. Rég volt. 1 éve. Nekem 2 hazám van. Az olasz világ, az Orbis Italicus, melyet egykoron városnak neveztek. Ez a haza túlterjed az olasz világon. Szétterjed egész Európában. Határait a humanizmus eszmének terjedése húzza meg. Másik hazám egy szomorú provincia. Pannónia. Itt születtem. S lám, milyen különös. Marcialisnak is volt egy szűkebb hazája, melyet Vates Hispaniasnek nevezett. Ez a haza csak a szülőföldem. Csak anyám és testvéreim lakhelye. Lelkemben hideg és lélektelen provincia. Gondoltam régen oktondi módon, hogy a múzsákat a Duna mellé átcsalogatom, de hiába a haza tépet fogalom bennem, melyet Attila hun király és László szent királyunk emléke beleégetett a tudatomba. Ha hazámra támadnak kóbor népek, fájdalmat okoz nekem, de máskor csak szkepszis és undorönt el, ha Pannóniára gondolok, melyet hazámnak kell neveznem, s amely fájdalmat okozott nekem, mióta élek. Itália, a maga káoszával, az élet. Pannónia, a maga örök telével, a meddő halál. Ha Róma romjai között járok, teli szalad könnyel a szemem. A magyar vidék komor kővárai között vergődik kocsim a mégsárban, a Hányinger környékez. 11 év Itália. Paloták, szobrok, nők, kuplerályok, szerelmek, versek, társak, mesterek. A múlt köveken átütő illat, századokon átzengő hangja. Haza kellett jönnöm, hogy püspök legyek, majd kancellár, mint a nagybátyám, aki nem csak Jánosnak maradt meg, de vitéznek is. Hogy legyek egy nálam 10 évvel fiatalabb király társalkodó nője. Hiszen én nem forgatom a kardot. Virtusból nincs még elégséges osztályzatom se. Akár az asszonyok fecsegek, verseket írok.
melyeket nem olvasnak, és nem értékelnek semmire a magyar nagyurak. Élükön a királlyal, persze. Szeretsz engem, király, ezt mondod a magad módján, amíg használni tudsz, amíg tanácsaim nyomán el tudod magad felvilágosult uralkodónak adni mások előtt. Szellemem közben kifacsarod, mint a citromot. Diplomáciai leveleket gyártok, melyeknek a valósághoz éppen semmi közük sincsen. Az igazságot nem írjuk le, a hazugságokat nem mondjuk ki. Igazság és hazugság mesdjéim egyensúlyoznak vézd a lábaim. El lehet velem dicsekedni, hogy vagyok. És el lehet engem hallgattatni, ha nem akarod, hogy legyek. Udvari poétának épp csak való vagyok, aki ha erőltetik, ha kell, még a harci győzelmeket is megírja ünneplések hitvány idejére. Nem bírom én ezt a magyar éghajlatot. Sorvaszt a láz, itt megrohannak a testi szenvedések. A király tartózkodóan érdeklődik munkáim iránt, de tevékeny ember lévén neki nincs türelme a meditáláshoz, a filozófiai gondok végigrágásához, neki elő kell rágni a szellemi ételt, hogy meg tudja emészteni. A nagybátyám is beleragadt az államügyek sarába. Ki érthetne meg? Talán Ovidius, ha átlépne századokat a Tomiba száműzött sorstárs. Én is egy száműzött vagyok. Őt a hatalom száműzte, engem meg a sötétség, ami körülvesz. Mindegy, hogy Mátyás vagy Augustus, a nyilak sebet okoznak. A nyilaknak nincs nemzetiségük, a sebből vér folyik, és a gyilkolást gyűlölnie kell az embernek. Ahogy nőként körülöttem a fény, úgy homályosodik el a lelkem. Kancellária, pécsi magány, talán anyám, a jó borbál a Pécset, talán a férfiban megmaradt gyerekkel hozzábújni az asszonyhoz kicsit, akit ifjúságomban jóformán meg se ismertem. Nézni, hogy nő a fű, megindul a vetés, virágba fordulnak a mandulafák, de testem cserben hagy, és fájdalmaim méltatlan panaszkodásra sarkalnak. Az ablakokat bezárják, hogy ne ártson a friss levegő a tüdőmnek, barmok az orvosok is. Verejtékben ázik a takarom, egész testemben reszketek, és nem merek elaludni, mert lázálmok törnek rám. Az álom a halál kis testvére. A lélek próbálja a semmi előtt. Vajon a lélek csak ugyan túlél minket, kiszabadulva a test megalázó fogságából? Mindegy is már, csak szenvedéseinek legyen valahogy vége! Köszönjük szépen a szerzőnek és a színésznek, most pedig Orbán János Dénes dal, Gitta István Sanzon, Ha én a kettes villamos, és Markó Béla Operencia című versét hallhatjuk, megzenésítve a Körömvirág együttes előadásában. Kolozsvár, térhozat, beton töké, csőben a víz megáll, fagyos lakásban üldögél a nép, s a fényre vár, s a fényre vár. Fagyos lakásban üldögél a nép, s a fényre vár, s a fényre vár. Madát etem szemét, sötét szamos, kutyaskét porkolál, csönd van csupán a villamos csönge, s megy is tovább, s megy is tovább. Csönd van csupán, s a villamos csönge, s megy is tovább, megy is tovább. Ha én a kettes villamos, te pedig a szivárvány, akkor ki az a harmadik?
álmos létedre is. Rászorulod, ha teheted, két éven színelve is. Aggódom érted, úgy bizony, villamos létemre is. Rászorulod, ha teheted, két éven színelve is. Pátyóba húsgass, menve visz, hisz feladni hajlamos, csumpörözök a sveskapát, mint a kettes villamos. Aggódom érted, úgy bizony, villamos létemre is. Rászorulod, ha teheted, két éven színelve is. Aggódom érted, úgy bizony, villamos létemre is. Rászorulod, ha teheted, két éven színelve is. Ha én a kettes villamos, te pedig a szivárvány, akkor mi az a harmadik, itt betepert a járvány. Aggódom érted, úgy bizony, villamos létemre is. Rászorulod, ha teheted, két éven színelve is. Aggódom érted, úgy bizony, villamos létemre is. Rászorulod, ha teheted, két éven színelve is. Aggódom érted, úgy bizony, villamos létemre is. Rászorulod, ha teheted, két éven színelve is. Kivándorolni az óperenzián is túlra, mert nagyanyám szerint itthon is akadt volna, aki leszúrja. Kár volt ezért kivándorolni az óperenzián is túlra, mert nagyanyám szerint itthon is akadt volna, aki leszúrja. Papírzacskóba rejtett késsel egy bosszú álló, megölte a jéghideg kövön sugárba, folyt el a piros övér belőle. Vagy mégsem Ignác bácsi volt, az nem is tudom, olyan rég történt, de valamelyiket közülük egy nő miatt akkor megölték. Kár volt ezért kivándorolni az óperencián is túlra, mert nagyanyám szerint itthon is akadt volna, ki leszúrja. Kár volt ezért kivándorolni az óperencián is túlra, mert nagyanyám szerint itthon is akadt volna, ki leszúrja. Glory, glory, hallelujah, glory. Mert nagyanyám szerint itthon is akadt volna, aki leszúrja. Kár volt ezért kivándorolni az óperencián is túlra, mert nagyanyám szerint itthon is akadt volna, aki leszúrja. Kár volt ezért kivándorolni az óperencián is túlra, mert nagyanyám szerint itthon is akadt volna, aki leszúrja. Kár volt ezért kivándorolni az óperencián is túlra, mert nagyanyám szerint itthon is akadt volna, ki leszúrja. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az előbb Zalán Tibor után szólíthattam volna Rögves Torbán János Dénes, de úgy gondoltam, úgy improvizáltam a saját magam által írt forgatókönyvet felülírva, hogy előbb hallgassunk meg a Körömvirág Együttes erdélyi csokrát, ezáltal fölvezetve Orbán János Dénest. Kérlek, János, hogy gyere, foglalj te is itt helyet.
mellettem. Ugye már említettem, hogy ő kapta januárban a tavalyi bárka közléseiért az egyik bárka díjat, de hát ő is nagyon régóta szerzünk, már több emlékezetes versére is utalhatnék, de a tavalyi évben különösen sokat szerepelt nálunk, ráadásul különböző szövegtípusokkal, különböző művekkel. Közöltünk például verset, ha jól emlékszem, vagy vers átiratot a Janus Pannonius átirataitból is, ami a Költő, a Ringya és a Király címmel jelent meg. Igaz, hogy nem tavaly, mert ez a kötet már 2 évvel ezelőtt megjelent, de közöltünk a Swedenborg kávéházból, közöltük a Debrecenben bemutatott Faustnak, a Faust című drámának, a magyar Faustnak az előhangját is, és a középiskolás rovatainkban is szövegeidet, tehát láthatja mindenki, hogy egészen sokoldalú alkotó vagy, de akkor mégis térjünk vissza, indítsuk azzal, hogy Janus Pannonius, hogy te miért is tudom, hogy tulajdonképpen megrendelésre kezdtél el Janus Pannonius átiratokat írni, de azt is tudom, hogy aztán beleragadtál a témában és a korba, és egészen regény írásra is gondolsz, vagy regény folyamra, ha jól emlékszem, nem is egy regényről, hanem több kötet regényről lenne szó, Janus Pannonius és Kora Mátyás király kapcsán. Miért ragadott meg téged ez a Janus Pannonius? Mit látsz benne, hogy ilyen sokat foglalkozol vele? És hát akkor induljunk ki előbb az átiratokból, hogy ugye volt-e olyan szándékod, hogy Faludihoz hasonlóan, ahogy ő ugye a Villon verseit átírja, hogy te valami ilyesmit csináljál a Janus Pannonius versekkel? Ugye Tibor itt az előbb említette, hogy vannak ilyen megihlető megrendelések időnként az ember életében. Mondjuk annyi a különbség, hogy én Janus Pannoniusnak bolondja vagyok már régóta, tehát amióta a Pajzán verseit megismertem, ugyan 19 éves korom óta. Most viszont, hogy a penklub részéről érkezett ez a fölkérés, hogy állítsak össze egy ilyen átköltés kötetet Janus Pannonius verseiből, akkor előbb alaposan dokumentálódtam, tehát még jobban, mint egyetemi éveimben, úgyhogy egy körülbelül 2 hónapos kutatás előzte meg a könyv egyébként gyors megírását, és tényleg nagyon belebolondultam ebbe a figurába, mert most már ugye a történelem háttértitkait is tanulmányoztam, és hát nem hinném, hogy volna izgalmasabb alak a magyar irodalom történetében, mint Janus Pannonius, és izgalmasabb kor, mint az ő kora, vagy egy annyira fontos és izgalmas, már túl sokat használom az izgalmas viszonyt, mint az ő és a Mátyás király viszonya, amely gyakorlatilag az egész magyar történelmet meghatározta. És hát megírtam ezt az átköltés kötetet valóban Faludi mintájára, tehát ezek vannak olyan versek benne, amelyek Janus Pannoniusnál nem szerepelnek. Vannak olyan versek, amelyek mondjuk egy Janus Pannonius verscsokor összefoglalói, és vannak olyanok is, amelyek szerepelnek Janus Pannoniusnál, csak másképp. Azt mondták, hogy hát egy elég szabad szájú kötet, de aki ismeri Janus Pannonius pornográf költészetét, az megállapíthatja, hogy én jóval szelidebb és szalonképesebb vagyok nála. És akkor azt mondtam, hogy hát feltétlenül erről regényt kell írnom, sőt regénytrilógiát, melynek az első kötet a Janus harmadik arca címet fogja viselni. Hát ez egy ilyen olyasmi lesz, mint a Da Vinci kód, meg a Rózsa neve, úgy ötvözve. Hiszem, ha látom. Jó, hát aztán előbb-utóbb beszokott következni, hát ugye a Swedenborg kávéházról is mindenki letett, pedig úgy több mint 10 évig szó volt róla, hogy van, meg hogy van egy nyers verziója, aztán csak meg lett, itt lesz, hát előbb-utóbb meg lesz, nem sietünk sehova. Jó,
most arra kérlek, hogy ne a beszélgetésünk végén, hanem most beszéltél róla a kötetről, akkor olvasd föl belőle, vagy két verset illusztrációként, hát ha van még olyan, aki nem találkozott vele. Az illusztrációkat, azokat Gyulai Livius szolgáltatta. A beszélgetésünk illusztrációjaként. Beszélgetéshez, hát ugye itt elhangzott egy nagyon pompás és nagyon komoly monológ, hát ezt enyhíteném akkor egy pajzán verssel. Ennek van egyébként eredetije Janus Pannoniusnál, csak kicsit másabb. De Urso Cinedo a fajtalan Ursusról. Hangsúlyoznám, a neve lomha medvét jelent, és nem nyulat. Ám itt nem ómen, a nómen, ó nem. Ő valójában nyulbika, senkinek nincsen biztonságban, ágyéka, szája, seglika. Hihetetlen, de csak minap, öt férjes asszony két szüzet hódított meg, s egyenként négyszer lovagolta meg testüket. Lelküknek hét-hét verset költött, ünnepeljék úgy is, mint költőt. Majd nyolc legény következett, bár köztük nem talált szüzet. Cseréltek is, a kerge héroszt leteperte a buja falka, de állta, mint a rinocérosz, pedig voltak ott olyan farkak. Lelküknek hét-hét verset költött, bálványozzák az érző költőt. Majd egyedül maradt egy órát, nem bírta. Megfejte a szörnyet, s mert ismétlés mindennek anyja, neki futott egy újabb körnek. Önnön lelkének verset költött, arra járt éppen az ördög, berút volt szőrös, kancsal, sánta, ruhája csupán szörnyű bűze. Ám Ursusunk csöppet se bánta, őt is az örömrúdra tűzte. S még nem telt el a buja nap, de már fokozni nem lehet, nem is szabad. Azóta hallgatag az ördög, a cinikust és cineduszt cincáló metafizikán elmélkedik, bár lehet ez egy ferdeszó játék csupán. És akkor még két rövidebb. Geometrika mértani. Íme a kör. Az átmérő végeit a kör ívén egy nékünk tetsző ponttal kötvén össze a háromszög csúcsa köztudottan egy derékszöget képez. E felvezetés a laikusnak furcsa, nem sejtheti, mi köze is a téthez. Tálészi ám a fordított tétel is, nem ildomos tárgyalni semmiképp, de megsugom, egy ajzott harmadik szükséges itt is, két pont nem elég. Vezényszóra a körvonalra lépünk, és tartjuk a szöget holnap hajnalig. Hóharmatig. Végzetecs végzetem Pütagoraszi. Én a négyzeten, meg te az önnön magad szorzatával, kitesszük őt, bár ím hatványkodik, szóba nem áll a két részek diákkal. Mi találó, mi ketten befogók, és vágyainknak ő az átfogója, elragadó, hogy bölcsészek vagyunk, és így idomokat vizelünk a hóra. És végül hát ugye a mentula az latinul, ugye hát haj az a mandulára, de nem azt jelenti, hanem azt, amire gondolunk, tehát ugye a férfiúi erősséget. In furem sorum carminum költeményeinek tolvajára. Könyved, Vallinus, kiköpött mása az enyémnek, de nem csak a könyvkötő, a poéta is lopott. Büszke is vagyok, hisz kiket így imitálnak, azokból nőnek a klasszikusok. De ha pennám lenyúltad, nem kéred kölcsön, teljesítendő az esti penzumot, a mentulámat? Akár csak a versben, a különbséget nem érezné nejed, a formában, csupán a géniuszban, mit lopni sem, tanulni sem lehet. Köszönjük szépen, és akkor egy rövid kérdés még a legutóbbi művetről, a Swedenborg Kávéház című regény. A kérdés rövid, de nagyon súlyos, viszont tudom, hogy bármit kérdezek, te úgyis azt mondod, amit akarsz. Az lenne a kérdés, hogy az életrajz, a személyes életrajz akár, vagy a személyesen megtapasztalt életélmények és a swedenborgi filozófia hogyan találkozik ebben a regényben?
Hát nézd, az általában az ember úgy ír, hogy van benne valami személyes is, és általában meg azt hiszik, főleg, hogyha egyes szám első személyben írta, hogy ez az önéletrajzi ihletésű. Nos, valóban önéletrajzi ihletésű, de azért semmi köze nincsen az életemhez, vagy hogy mondjam, saját magamhoz. Tehát a regénynek a narrátora egyes szám első személyben az egy merőben más valaki, mint aki én vagyok, de hát végül is ugye arról szól az írói feladat, hogy bele tudjál bújni elképzelt figurák bőrében. Ez egy meglehetősen perverz, horrorisztikus regény, amit én egyébként tanmeseként írtam meg úgy a, hát, hogy mondjam, a 90-es évek elejétől úgy mostanáig úgy számon követtem tizenvalahány évig kocsmárosként is az ifjúság züllését, melyhez nyilván én is csatlakoztam elég sűrűn, tehát a nihilizmusról szól ez a regény, arról, hogy nem találjuk meg a céljainkat, meg önmagunkat, ez most így közhelyesen hangzik, de remélem, hogy nincs annyira közhelyesen leírva. Hogy hol találkozik ez Swedenborggal? Hát ugye Emanuel Swedenborg Leonardo da Vinci mellett a világ másik legnagyobb polihisztora volt, csak mivel vallást is alapított, és egy ilyen nagyon szabad elvű teológiai filozófiát dolgozott ki, hát a katolikus egyház igyekezett eltüntetni a köztudatból, de gyakorlatilag a második világháború után kezdtek el szép lassan vele foglalkozni, de még a mai napig nem tették a helyre a kánonba. Nos, tehát ugye az ő vallásának az volt a fő mondandója, hogy azáltal, hogy elköveted a bűnt, meg is bűnhődsz. Hát azért még el kell telnie legalább 1000 évnek ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy ezt alkalmazni is tudjuk. És a másik érdekes tézise neki az, hogy ha meghalunk, akkor nem vesszük észre, hogy meghaltunk, hanem ugyanúgy élünk tovább, csak egy idő után elkezdenek újabb személyek megjelenni az életünkbe, megerősödni az érzések, úgy intenzívebb lesz minden, mint egy álomban. És aszerint, hogy az újonnan megismert személyek közül kikkel pajtizunk össze, ugye a sötétebbekkel vagy a világosokkal, akkor az angyalokhoz vagy a démonokhoz verődünk. De úgy amúgy a swedenborgi filozófiát, vallásfilozófiát prezentálni azért több óra kellene, úgyhogy nem tartom fenn a közönséget. Nos, hogy mondjam, elég sok fejezet szól a tudattágításról, tehát itt arról, drogról ebben a könyvben, és úgy összevetve az álmokkal, tehát úgy próbáltam megírni ezt a könyvet, mintha egy álom lenne, és minden intenzív, sokkal intenzívebb lenne benne, mint a valóságban, de azt minden könyvbemutatón elmondom, hogy ezt a könyvet tulajdonképpen nem lehet bemutatni. Így van. Most nem is azért jöttünk, és nem is azért hívtunk, csak ha már itt vagy, és hoztad a könyveket, rákérdeztem. Nagyon szépen köszönöm, hogy erősítette is a csapatunkat. És akkor már az est végéhez közeledve megint átírom a forgatókönyvemet, és én nem olvasok föl semmit, mert én is készültem egy 5 perces mini esszé felolvasására, de az idő eltelt, úgyhogy már csak szerkesztő társamat, Farkas Felman Évát fogom megkérni, hogy olvasson föl 2-3 verset, mert hogy ő nem csak a Bárka Online szerzője, és nem csak tudós irodalomtörténész, doktorát Kolozsvári Egyetemen, amúgy Székelyudvarhelyről érkezett Békés Csabára, néhány évvel ezelőtt, hanem kiváló költő is, 2 verses kötete jelent meg, és a harmadik is készül, úgy tudom, és ezek az új versei közül fogunk hallani néhányat, majd pedig a Körömvirág együtt zárja az estet. Beszéd és könyörgés születésért. Jó volna tudni, hogy mi itt marasztal téged, kiteremtve mennyi marasztban, tényleg csak arcod, tűnő földi itt lét, vagy mindaz, minek tagjaidat hitték, az alak, amit nyert húsod, hogy öltse, míg nem volt keserű a fád gyümölcse, vagy volna más, valami lenne, bármi,
mitől nem kéne megváltásra várni, mert mit kezdhetnél mond egy olyan testtel, mely élni sürget, várakozni restel, egy olyan testtel, miha fázik, éget, s vendégül lát szerelmet, betegséget, és elbotorkál szinte bármely ágyig, ha nem is kére, megváltásra vágy, megértésre vágyik, s ha fizetni kell, nincsen is már több gond, lélek bankkártyát nyújt át, pinkód, zöld gomb. Lehetne végezve holott rég, kellene valami jogot még, valami törvényt, mely megvédne, fújnája búját, a kedvét ne. Járhatna bárkinek szünet, és valami jóból a születés. Ha már a testünk a bűné is, maradjon idebent hűfét is, valami maradjon, lehessen, port, hamut, gyáván megnevessen, használja örök új nemzőnek, fonálnak, amit kéz nem sző meg, és mégis tovább és tovább ér, nem csupán személyes csodáért. Nem csak, hogy ne kérdezd, miért vert, lehet, hogy elég egy kiért, mert nem mindegy, haltunk vagy szüntünk meg, látjátok feleim szüntükkel. Otthon a dadogásban, és ennek van egy mottója is, ami így hangzik, nem visszük, hogy virágozzék, mert visszük, hogy elhervadjék. Ez egy mezőségi halott kísérő. Először a hangsúly tolódik el. Feladja kiemelt helyét az első szótag. A hanglejtés kicsit megbicsaklik. A szórend csak a még ismert népdarokban. Kertem aját patakvize kimosta, a szívemet nehéz bánat szorítsa, a szívemet addig öli a bánat, amíg párja nem leszek a babámnak. Aztán megköti alkuit a mondat, kölcsönvesz, átalakít, kihallgat. Elejt, s helyére befogad. Járja a táncot a láb még sűrűs ritka magyart, vérnek, a testnek nem, bár fülnek, a hangnak igen meghaladott ez a rend. És hol van a szó meg a dallam hozzá, hát ez a forgás, merre a vége a körnek. Aztán kolonc az így kell, fölös teher már, kicseréli az igiket a nyelv, géneket lassan a test is. Divattalan, mi előnyt nem kínál. Lesznek, akik majd befogadnak. Úgy vesztenek el, hogy szeretnek. Hogy többek lesznek, hogy többek leszünk. Minek magyar iskolát a gyereknek? Ki érti azt, hogy én az éjjel nem aludtam egy órát? Egy nő énekli ezt, na jó, csodaszépen valahol Budapesten. Ha úgysem tudja lábad ezt a táncot, járt hát a húrát. A polkát, a valcert, a twistet, diszkózenére. Aztán a csend, a nevek idegenje, egy-egy oda nem illő Y, valami emlék, valami másról. Valahol elveszett több száz legénységi csákó, nem rémlik a név Aranka, sem pápai Páriz. Néprajzi gyűjtők csizmája ragad az agyakba. A tét már sokkal több, sokkal kevesebb is. Otthon lenni a mezőségi sárban, de otthon Torontóban, Ottavában, Londonban, Rómában, Budapesten vagy Ninivében, mások nyelvében, a határban, otthon a dadogásban. Valahogy úgy is eléldegél az ember. Quam quam gens in lingua vivit semper. Köszönjük szépen, és akkor befejezésként a 2 évvel ezelőtti Bálka díjas kárpátaljai Vári Fábián László, ha leszállván a nap című versét hallhatjuk, vendéglátunk tiszteletére és remélhetőleg örömére Mezei Katalin Aranya tűnt az ősz című versét, és legeslegutoljára Farkas Velma Néva, ha volna nincs című versét a Körömvirág együttestől. Ha leszállván a nap, kínok közt nyugszik el, mit értik azt az asszonyok, ilyenkor indikál? A sem is jó idő, a vodka is
másképp mérik ezt, s tán végzetes hiba. A palackra is ráteszik dokászkolya vina. Ők másképp mérik ezt, s tán végzetes hiba. A palackra is ráteszik dokászkolya vina. A szabadok is, ha nincs kéz gyöpre le, álomban őnek bájjanak is abba fűtetem. Megszabadhat szívem, de szöldő prés alatt vére a mustal egybefors a földök elre. Tejtem a fejem, a vérszom tövé, szerelmes tettes társaim lejönnek a köré. Tejtem le fejem, a vérszom tövé, szerelmes tettes társaim lejönnek a köré. És körbe lepjönek, boszorkány illatok, ereimben régi ritmust felnek a dobom. Most bódítson a bor, szememre szoknya húr, ágyékon van a tájoló, pörögni kezd vadó. Visszakaptál eszem, jövőmet firtatom, nézzétek lelkem nyilalát, a hajna csillagom. Visszakaptál eszem, jövőmet firtatom, nézzétek lelkem nyilalát, a hajna csillagom. No én a küzenem, hát mi megjen ez is, bár furcsa volt és szaggatott, de borda volt ez is. No én a küzenem, hát mi megjelezik, bár furcsa volt és szaggatott, de borda volt ez is. No én a küzenem, hát mi megjelezik, bár furcsa volt és szaggatott, de borda volt ez is. Elmúlásod úgy nehezül rám, hogy szóhoz sem hagy jutni. Szeret, aki érdek nélkül szeret. Szeretetet tudtam-e viszonozni? Kezed nyomom, amerre csak megyek. Körmendi Lajos, a táj jó szelleme. Szabad-e annak, aki ilyen fontos? Szabad-e, hogy elmenjen, s elmegyen? Szabad-e annak, aki ilyen fontos? Szabad-e, hogy elmenjen, s elmegyen? Várom az időt, hogy kevésbé fájjon. Pusztulásod ne legyen vereséged. Mit kellett volna tennünk? Hogy lehet jóvá írni egy ilyen veszteséget? Kezed nyomom, amerre csak megyek. Körmendi Lajos, a táj jó szelleme. Szabad-e annak, aki ilyen fontos? Szabad-e, hogy elmegyen, s elmegyen? Szabad-e annak, aki ilyen fontos? Szabad-e, hogy elmenjen, s elmegyen? Elmulasztottunk, mulasztunk ma is. Önzők vagyunk és kiszolgáltatottak. Lajos, bocsáss meg, aranyat önt az ősz, s mi fürdünk benne, jövendő halottak. Kezed nyomom, amerre csak megyek. Körmendi Lajos, a táj jó szelleme. Szabad-e annak, aki ilyen fontos? Szabad-e, hogy elmenjen, s elmegyen? Szabad-e annak, aki ilyen fontos? Szabad-e, hogy elmenjen, s elmegyen? Ha lenne még, nem volnék én sem. Ha lennél te, lehetne más is, lehetne szó, még hogyha kár is. Mindez csak játék, vérrel határa, elillan a
festünk sötét madárda, mindez csak játék vérrel határa, elillan estünk sötét madárda. Lehetne vágy, most még a bókor, jöhetne majd, de csak a jókor, mehetne is, hogyha mehetne, elhinném, mintha el lehetne. Mindez csak játék vérrel határa, elillan estünk sötét madárda, mindez csak játék vérrel határa, elillan estünk sötét madárda. Mindez csak játék vérrel határa, elillan estünk sötét madárda, nem volna fecske, volna holló, nem lenne néha rossz a holló. Mindez csak játék vérrel határa, elillan estünk sötét madárda, mindez csak játék vérrel határa, elillan estünk sötét madárda. Lehetne fő, csak pompásunk, nézni a reggel, hogy varásunk, bármában nincsen siratnám hangva, mégsem cserélném sosem a vanna. Mindez csak játék, térrel határa, elillan estünk sötét madárba, mindez csak játék, térrel határa, elillan estünk sötét madárba, mindez csak játék, térrel határa, elillan estünk sötét madárba, mindez csak játék, térrel határa, elillan estünk sötét madárba. Köszönöm szépen a Körömvirág együttesnek. Elfelejtettem bemondani, amikor fölkofferáltam, az utolsó verset Valkas Málman Éva Zalán Tibornak ajánlott annak idején, ez hozzátartozik a történethez. Köszönöm szépen Bartus Gyulának, hogy segített a Bárka szerzők műveit bemutatni. Köszönöm szépen az író vendégeinknek, köszönöm szépen önöknek a figyelmet, a kitartó türelmet. Remélem, hogy nem érezték magukat rosszul ezen az estén. Köszönöm szépen az MMA-nak, hogy lehetőségünk volt bemutatkozni. További jó estét kívánok!